Ez a mai olyan versengés, ahol mindenki győztesnek érezheti magát. Ezekkel a szavakkal és bibliai idézettel köszöntötte a gyerekeket a fenntartó nevében Harkai Ferenc Csaba. A rossz hír, kedves diákok, második, harmadik, negyedik évfolyamosok. Helyettetek ma senki nem fog olvasni. Nektek kell olvasni. De van egy jó hírem. Ti mindnyájan tudtok olvasni. Ha jól sejtem, ide csupa győztes jött, aki a saját iskolájában megnyerte a versenyt. És most kaptok egy nagy lehetőséget. Kiállhattok olyan felnőttek elé, akik szintén nagyon jól tudnak olvasni, és nagyon értenek az olvasáshoz. És azt keresik, hogy a legjobbak között ki a legeslegjobb. A szép olvasási verseny szervezője tanácsokkal, apró fogásokkal segítette a gyerekeket. Nagyon fontos, hogy meserészletet kapott mindegyik évfolyam. A címtől kezdődik, tehát a címet is el kell olvasni, és egészen az utolsó betűig az egész szöveget fel kell olvasni. A felkészülésed során különösen figyeljél oda arra, hogy hol vannak hosszú szavak, nehezen kiolvasható szavak, mert akkor arra már külön készítsd oda a szemecskédet. Hogyha egyszer végigolvastad, akkor nem mondd azt, hogy én már készen vagyok, hanem akkor is álljál neki, újra nézd át, hiszen tudod nagyon jól, minél többször nézed át a szöveget, annál biztosabban, annál pontosabban fogod felolvasni, hiszen az egyik értékelési szempont az pontosan az, hogy a szépen érthető és a pontos felolvasás. A pontosság mellett az értő olvasás, illetve a szöveg hangulatának érzékeltetése is fontos szempont az értékelésnél. A kisebbek inkább a pontos olvasásra figyelnek, bár köztük is sokan tudnak már bánni a mesével, akár párbeszédről vagy kérdőmondatról van szó. A nagyobbak egyre ügyesebbek a pontosság és az intonáció terén is. A versenyen az összes kispesti iskola képviseltette magát az alsó tagozatos évfolyamokon második osztálytól.